égési kötszernek egy egységcsomaga. Az Országos Mentőszolgálat Velencei mentőállomásának munkatársai örülhettek kedd délután azoknak az eszközöknek, amelyek a mindennapi munkájukhoz nyújtanak jelentős segítséget. Mint Jászkuti Ákos, a mentőszolgálat regionális igazgatója elmondta, a felajánlások egy a mentőállomással már hosszú évek óta együttműködő társaság jóvoltából érkeztek, és nagy segítséget jelentenek a mentőknek. Amit kaptunk, az egy súlyos sérültek rögzítéséhez segítséget nyújtó úgynevezett headblock, mely a lapáthordágynak, gerinchordágynak kiegészítő eleme. Ez részben a biztonságos betegszállítást, részben pedig a beteg kényelmét is hivatott szolgálni, amikor teljes teströgzítést kell alkalmazni. Ezen kívül a mentőállomás 2 darab felnőtt és 2 darab gyermek pulzoximéterrel, valamint égési kötszerekkel gazdagodott. A mentőállomás mindennapjait innentől kezdve egy mosogatógép is segíti, valamint érkezett egy 150 ezer forintos támogatás is, amely a Velencei Mentőalapítvány kialakításában fog segítséget nyújtani. Mint Jócsák Éva, a felajánló Jupont Alapítvány kuratóriumának elnöke fogalmazott, ez utóbbival kapcsolatban alapítványuk az adományboltjaik bevételeiből teremtik elő az ehhez hasonló akciókhoz szükséges összegeket. Ez az összeg ez ahhoz fog hozzájárulni, hogy tudjanak egy saját alapítványt létrehozni kifejezetten a Velencei Mentőállomás munkájának a támogatására. Ugye ezzel így a helyi közösségből is fognak tudni közvetlenül saját maguknak támogatásokat csatornázni, úgyhogy a helyi lakosok is ugye a Fejér megyéből, akár bárhonnan, vagy az országból is hozzá tudnak járulni az ő munkájukhoz. A Jópont Alapítvány egyébként minden alkalommal olyan ügyeket igyekszik támogatni, amelyek lokálisan a vármegyén belül járulnak hozzá különböző környezetvédelmi vagy karitatív célok megvalósításához.